Nyári szünet előtti utolsó ülését tartotta a Kőbánya képviselőtestülete. D. Kovács Robert polgármesteri beszámolójában elsőként egy megüresedett képviselői helyről tájékoztatott. Gazdag Ferenc önkormányzati képviselő 2018. június 14-i hatállyal lemondott tisztségéről. A vonatkozó jogszabályok alapján, amennyiben megszűnik egy egyéni önkormányzati képviselő megbízatása, akkor a megüresedett hely betöltésére időközi választást kell tartanunk, amelyre ősszel sor kell, hogy kerüljön, és ez ugye a 6-os egyéni választókerületre vonatkozik, tehát a helyi választási bizottság majd megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a 6-os egyéni választókerület sem maradjon képviselet nélkül, illetve hogy a testület teljes létszámmal tudja folytatni a megbízatásának idejére, hátralévő idejében a munkát. Fontosabb események közül hadd kezdjem a sort néhány beruházással. Érdemes megtekinteni már ezeket a beruházásokat most a munka folyamatában, hiszen az újhegyi sétány megújítása gőzerővel folyik, sor került egy alapkőletételre is. Ez egy valamivel rövidebb szakasz, mint a középső, ezért a munkavégzés ideje is rövidebb lesz, illetve a költségvetési forrás igénye is nyilván alacsonyabb, mint a középső szakaszé volt. Jó ütemben halad a munka, de nyilván úgy praktikus elvégezni a felújítást, hogy az az ott lévő két intézmény, a bölcsöde, óvoda, piros, rövide, piros bölcsöde közkeletű nevén felújításával egy időben végződjön. Biztatom a képviselőket, nézzék meg ezt a munkát, mint ahogy érdemes megnézni építés közben is a Pongrácz úti orvosi rendelőt, illetve annak a külső környezetét, hogyan újul meg, illetve nagyon szépen halad a Füzér utcában a helytörténeti gyűjtemény kialakítása, az épület átépítése, teljes körű átépítése. Itt is érdemes körülnézni. Elkezdődött egyéb közteleti beruházások előkészítése is, illetve el is fog indulni rövidesen a Gyakorló utcában a lakótelep belső úthálózatának a megújítása. Erről egy lakossági fórumot, tájékoztatót is tartottak a helyi önkormányzati képviselők az elmúlt napokban. Igyekszünk az ott élőket nagyon részletesen tájékoztatni arról, hogy mi is várható a felújítás során, a telep élete hogyan fog átalakulni, hiszen a parkolóhelyek azok maximális kihasználtsággal működnek a Gyakorló utcában, környező utcákban. Ezért nagyon feszesen és szorosan kell ütemezni a munkát, illetve az ott élőknek is oda kell figyelni arra, hogy mikor, hol helyezik el az autóikat, mert különben nem lehet a munkagépekkel dolgozni. Itt egyébként rövidesen meg fog indulni egy másik nagy munka is, a Keresztúri Dezső Általános Iskolának a külső szigetelése, illetve nyílászárójának a cseréje. Ez egy olyan volumenű munka, ami nem is fog véget érni a nyári vakáció ideje alatt, hanem a szorgalmi időszakban is kell munkát végezni majd a kivitelezőknek. Ez a második üteme a Keresztúri iskola felújításának, tavaly a tetőt szigeteltük. Nem érünk a végére, hiszen gépészeti feladataink még lesznek a jövőben is. Nagyon sokan kérdezték képviselők közül is, hogy a Liget téren mikor indul a munka. Fél éve bontottuk el a szolgáltató házat, akkor zárult a terület feltöltése. Ugye van egy optimális, vagyis minimálisan inkább úgy mondom elvárt tömörödési idő, ez fél esztendő. Ez a fél év, ez most telt le a napokban. A zárszámadáskor biztosítottunk pótforrást még a munkák elvégzéséhez. Én úgy tudom, hogy a kivitelező kiválasztása, pályáztatása megtörtént. A napokban, egy-két napon belül el fog indulni a munka, és bízom benne, hogy az építkezés az őszi időszakra oda fog érni, hogy a növénytelepítés pont a megfelelő időjárási körülmények között lehet majd elvégezni. Tehát ez az idéglenes városközponti domb meg fog szűnni, el fog tűnni rövidesen.
rendezvények közül szeretnék egy párat kiemelni, különösen az évfordulókat, hiszen két óvodánk is, illetve bölcsödénk is évfordulót ünnepelt. Elsőként a Fecskefészek bölcsöde és a Gépmadár óvoda alapításának 40. évfordulóját köszöntötték az intézmény dolgozói, szülők, gyerekek, nagyon hangulatos, mondhatni azt, hogy családi nap keretében. És egy nagyon szép ünnepi rendezvényen vettünk részt az elmúlt héten a Gyöngyike óvoda a fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte. Nem a legidősebb óvodája Kőbányának a Gyöngyike, ennél van idősebb a Maglódi úton, de mindenképpen a korosabbak közé tartozik. Kicsit fiatalabb az Együtt Egymásért Idősek Klubja, mert még csak 25 éves, és náluk is fiatalabb a Kőkert, 10 éve alapítottuk. Úgy vélem, hogy a 10 év a Kőkert életében is egy nagyon látványos fejlődést hozott. Biztos, hogy nem az emberi életkor 10 évéhez lehet mérni azt, ahová eljutott a Kőkert az elmúlt évek során. Úgyhogy gratulálunk minden ünneplő kerekéfordulót ülő intézményünknek most is, és az ott dolgozók munkáját köszönjük. Nagyon nagy rendezvényeken vagyunk túl. Sikeresen rendeztük meg a Streetball Fesztivált ismét a Sportligetben. Nagyon sok csapattal, jó helyszín volt. Szívesen tértek vissza, akik ismerik a helyszínt, a Népligeti utóbbi évek Népligeti rendezvényei után a Sportligetbe. A Mozdulj Kőbánya rendezvénysorozat keretében rendeztük meg a kihívás napját. Ugye május 30-a világszerte. Nagyon sokan, több mint 1800-an vettek részt különböző módon, sportoltak ezen a napon az önkormányzat szervezésében. Köszöntöttük a Kise focistáit is alpolgármester úrral, illetve nem csak hogy köszöntöttük, hanem átadtuk azokat a bajnoki eredményeket, tükröző érmeket, amelyeket a Kise utánpótlás focistái nyertek el. Az U14-es és U15-ös csapatok egyaránt második helyezést értek el az MLS másodosztályú bajnokságában. Ez egy nagyon szép siker. És a Kőbányai Bringás program keretében hat alkalmat terveztünk, hat alkalomra szerződtünk, két bringás reggelit szerveztünk meg az elmúlt időszakban. És hát az Újhegyi úszodánk ugyan jelen pillanatban nem működik. Kérdezik sokan azt is, hogy mikor fog újra nyitni. Most már látni az alagút végét, hiszen téli időszakban derült ki, hogy életveszélyes a födém, a tetőszerkezet. A statikusok korábban azt jelezték, hogy legalább 5-6 éve van még ennek a tetőnek. Sajnos nem így alakult. Úgyhogy költségvetésben nem is terveztünk forrást arra, hogy az úszoda tetejét rendbe tegyük. Télen, mikor kiderült a probléma, már túl voltunk a költségvetés megalkotásán. Az átszámadásban tudtuk a megfelelő forrást biztosítani. A tető átépítése megkezdődött, de nyilván nem lehet csak a tetőt átépíteni, ha egy évig zárva tart egy intézmény. Ezért a költségvetés ugye a forrás megjelent egyéb munkák elvégzésére is, így az öltözők, a zuhanyzók, az úszodatér is rekonstrukcióra kerül. Ez a munka folyik. Ezzel együtt az úszás napján a Kinti medencében, mivel csatlakoztunk az úszószövetség felhívásához, elég szép hosszokat úsztak a résztvevők. Viszonylag hosszú párbeszéd alakult ki a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot érintő tagcsere okán, mely végül eskütétellel zárult. Július 1-től Tábi Attila helyett Mustó Géza Zoltán látja el a bizottsági munkát. Én Mustó Géza Zoltán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. Bizottsági tagsági tisztségemből eredendő feladataimat.
Kőbánya fejlődésének előmozdítása érdekében. Kőbánya fejlődése előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Meggyőződésem szerint Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen. Az ülés során a kőbányai Bóbita, Csodafa és a Gézengúz óvoda intézmény vezetői pályázatait is elbírálták. A három beküldött pályázatot sorra elfogadta a testület. 19-es napirendi pontként tárgyalták a Bihari utca 8 perc C-szám alatti lakóépület helyzetének rendezését. Az ülésen arról is szó esett, hogy az Óhegyparki szobortalapzat helyén egy új kilátó épül majd. Erről a későbbiek folyamán dönt a testület.